A város ipari fejlődésével együtt jár a kamionforgalom növekedése, ami problémákat is okozhat. Az ipari övezethez vezető utakon kialakulhatnak torlódások, dugók. A napokban a terület közlekedés biztonságának növelése érdekében tartottak bejárást az érintett város részben, valamint szakmai fórumot a városházán a szakhatóságok, a gazdasági szereplők, illetve az önkormányzat munkatársainak részvételével. Elsősorban a 3106-os szabadságút a település főutcájának iparterületi szakasza, ami közlekedésbiztonság szempontjából egy nagy kihívás számunkra, nem csak nekünk, hanem a gazdaság szereplőinek is. A forgalom csökkentés és a közlekedésbiztonság növelése szempontjából fontosnak ítélték az iparterületen található utak további útcsatlakozási pontjainak kiépítését, bővítését. Ehhez illeszkedik az övezet közműveinek víz, szennyvíz, elektromos alállomás fejlesztése. Abban állapodtunk meg, hogy a közlekedésben jelentkező problémákat az első legegyszerűbb lépéssel próbáljuk megoldani. Ez a legegyszerűbb megoldás az Orion út és a Névtelen út kanyarodó íveinek a növelését jelenti, illetve egy raktárbázis, hogy egy most nem használt, illetve alig használt közlekedési irány előttérbe helyezése. Az érintett utak építését, szélesítését is magában foglaló elképzelést a város napi szintű gazdaságfejlesztési feladatai részeként valósítanák meg a közeljövőben. A városban az előző 7 éves uniós fejlesztési ciklus támogatási kereteiből összességében mintegy 9 milliárd forint értékben valósulhattak meg beruházások. Hasonló nagyságrendű támogatásra számítanak az elkövetkezőkben is. A következő terület a mostani fejlesztési időszakra felkészülés. Kíváncsian várjuk a TOP Plus kínálta lehetőséget, fejlesztési támogatásokat. Nagy erőkkel azon vagyunk, hogy minél nagyobb támogatást tudjunk szerezni az itteni fejlesztési elképzeléseinkhez. A tervek egyaránt szólnak a helyi gazdaság fejlődését támogató beruházásokról, illetve a település fejlesztési elképzelések megvalósításáról.